Gondolom, mindenki látta már, ahogy az Oscar gálán a későbbi díjazott Will Smith lekever egy pofont a gálát vezető Chris Rock humoristának. Az is közismert, hogy pofonhoz vezető út Chris Rock ízléstelen, Will Smith feleségének rovására elkövetett poénkodásaival volt kikövezve. Amikor reggel bekapcsoltam az internetet, akkor egyik oldalról az zúdult rám, hogy Will Smith mekkora férfi, hogy ilyen klasszikus módon mutatta meg, hogy igenis mindenkinek vállalnia kell a felelősséget a szavaiért, másik oldalról pedig az, hogy akármilyen alja humort is vezetett elő Chris Rock, a megtorlás ünneplése normalizálja az erőszakot egy olyan világban, ahol az erőszak hirtelen ijesztően természetes, sőt ünnepelt eszközzé vált egy sérelmekkel tűzdelt konfliktus megoldás. Bár a dilemmáról nagyon határozott magánvéleménnyel rendelkezem, ez a cikk nem arról szól, mennyire lehet elfogadható reakció egy férj részéről, ha füle hallatára, ráadásul nem hogy nagy, de gigantikus nyilvánosság előtt élcelődnek felesége egészségén és nemiségén. Ez a cikk szigorúan a Will Smith által kiosztott csicskalángosról szól. Ugyanis annak ellenére, hogy maga a fizikai konfliktus egyetlen másodpercre korlátozódott, ebben az egyetlen másodpercbe elég sok érdekes tanulságos technikai részlet sűrűsödött bele. Mindjárt itt van maga a kérdés, miért pont egy pofon? Aki valakit le akar ütni, azaz igazán bántani akar, annak számára egyértelmű, hogy nem tenyérrel, hanem ököllel kell ütni. Azonban a pofon ebben a helyzetben a tökéletes választás volt Will Smith részéről. A pofon eleve a megszégyenítésre szolgál, ugyanis érzékelteti, hogy itt egy fájdalmas figyelmeztetés arra, hogy simán le is üthetnélek, ehhez a megszégyenítéshez járulhat hozzá az arcon hagyott nyom is. Az MMA leghíresebb testvérpárja, Nick és Nate Diaz valóságos pszichológiai hadviselést húztak fel arra, hogy ellenfeleiknek meccs közben kiosztottak egy-két megalázó pofont. A pofonnal ráadásul el lehet kerülni a súlyosabb sérülés okozását, ugyanis ha valaki ököllel üt fejre, akkor ott biztos, hogy valami szakadni vagy törni fog akár a támadó ökle is, ugyanis a finom csontocskákból felépülő ököl meglepően sérülékeny testrész. Persze pofon és pofon között is van különbség, a magyar népnyelvben csendőrpofonnak nevezett ütésben nem is a tenyér arccal való érintkezése a hangsúlyos, hanem az, hogy a kéztő az állkapocssal találkozik, amivel simán el lehet kábítani egy embert, vagy akár el is lehet törni az állkapcsát. Ez egyébként nem csak egy technikás pofon, hanem egy szerencsétlenül nagyra sikerült pofon esetében is előfordulhat. Will Smith a karanténban felszedett kilóit tavaly ősszel lefaragva is több mint 15 kilós súlyfölényt élvez Chris Rockkal szemben, legkésőbb az Ali forgatásán ütni is megtanult, ráadásul lendületből lépett rá a pofonra. Szóval ha Will Smith valóban idegből ütött volna, netán véletlenül Chris Rock állkapcsát, halántékát találja el, akkor a komikust a zenekari árokból kellett volna felporszívózni. De nem így történt, ami azt jelenti, hogy Will Smithnek a színpadra menet eszébe jutott, hogy milyen következményekkel járhat egy valódi szálló a felvételen látszik is, hogy csak visszafogottan, mozdulatát kontroll alatt tartva, válból húzza meg a pofont, és gondosan ügyel arra, hogy csak a csípős, de nem romboló felületek, az ujjak és az új tövek találkozzanak Chris Rock arcával. A pofon gyengesége nem csak Will Smith visszafogott szágának köszönhető, hanem annak is, hogy Chris Rock Floyd méve a trivédekező ösztönökről és reflexekről tanú bizonyságot téve box nyelven szólva együtt mozgott az ütéssel, azaz a pofontól távolodva hajolt el, így mérsékelni tudta a becsapódás erejét. Így azután másodpercekig tartó szédelgés helyett meglepve bár, de törve nem, folytatta tovább a softét.